Zenés megnyitó a belvárosi bevásárlóközpontban Pécsen csütörtök délután. A pécsi értékkiállítást láthatja itt a közönség két napig. Azokat a helyi ipari cégeket, termékeiket állították ki, akik fejlesztéseikkel a megye gazdasági növekedését segíthetik. Baranya megye nyertese lehet az előttünk álló időszaknak, azért, mert a 15 ezer vállalkozásból, amelyet támogattunk az elmúlt két évben, 1282 Baranya megyei. Ez azt jelenti, hogy Baranya megye, hogyha 20 megyénk van országszerte, akkor kiszámolhatják, hogy kétszeresen felül reprezentált. Baranya megye vállalkozásai kétszeresen felül reprezentáltak a támogatási programjainkban. Ezek a vállalkozások 70 milliárdnyi támogatást kaptak, és több mint 120 milliárdnyi beruházást fognak megvalósítani, mondta a megnyitón az államtitkár. György László kifejtette, azok kaptak ebből a támogatásból, akik vállalták, hogy a válság alatt is fejlesztenek, és a dolgozóikat nem bocsátják el. Ők lehetnek a 2020-as évek nyertes gazdasági társaságai. Ez már a bevásárlóközpont parkja. Csak itt fért el az a hajó, amelyik hidrogén meghajtással működik. Szintén pécsi cég fejlesztése. 10 éve megszületett az az elképzelés, hogy Pécsnek a gazdasági fejlődési iránya is legyen zöld. Mégpedig azért, mert nagyon sok olyan kis és középvállalkozás van Pécset, akik jelentős tudással, tapasztalattal, most már termékekkel is rendelkeznek ezen a téren. És hát ezt látjuk, hogy a gazdaság terén is a zöld gazdaságba fektet legtöbbet a tőke, tehát ez a jövő gazdaságfejlesztése is egyben. Államtitkár úr pedig megerősített minket abban, hogy a kormányzat ezt a törekvésünket segíteni fogja a jövőben. Hiszen Pécs és a megye az egyik kiemelt gazdaságfejlesztési övezet a jelenlegi kormányzat szándéka szerint, mondta a kiállítás fővédnöke. Most kapott például egy 1,5 milliárdos támogatást egy olyan helyi cég, amelyik üveghulladékból szigetelőanyagot készít. Így erősítik ők is a körkörös gazdaság kiépítését a térségben. Pécs zászlós hajó lehet a zöld gazdaság fejlesztésében, Kővári János szerint.